Ha ezt látja, segítsen, vagy hívjon segítséget. Ez ugyanis a nemzetközi néma segélykiáltás. Ez a három mozdulatból álló kézjelzés Kanadából indulva terjedt el az egész világon, és most a magyar rendőrség is szeretné ezt bevezetni a hazai köztudatba. Ez egy olyan segélykérő mozdulatsor, amit bárki használhat arra, hogy figyelmeztessen másokat, ha segítségre van szüksége, azonban a körülményei nem teszik lehetővé, hogy telefonon vagy más módon azt megtegye. A magyar rendőrség számára ez nem pusztán csak egy új segítségkérő módszerről szól, hanem az ezáltal kifejtett nevelő hatásról is, amely megtanítja az embertársainkat arra, hogyan figyeljünk egymásra, hogyan nyújtsunk segítséget másoknak, hogyan vegyük észre a bajba jutottakat ebben a rohanó világban, és nem utolsó sorban, hogyan nyújtsunk segítséget csendben. A bántalmazott, megfélemlített és kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek biztonságát szem előtt tartva és védve, tette hozzá a főreferens. Ez a jelzés megtanítja a társadalom tagjait vigyázni a másikra és figyelni egymásra. Tekintettel arra, hogy a sértettek nagy része sok esetben helyzetéből adódóan nem tudja, vagy nem akarja vállalni a segítségkérés tényét, a jelzések hiányában az esetek nagy része a rendőrség előtt ismeretlen marad, azonban ezzel a módszerrel a bántalmazottnak lehetősége van az úgynevezett néma segélykiáltásra, amely által ebben a kiszolgáltatott helyzetében is segítő jobbot remélhet a társadalomtól és a rendőrségtől. Ducsai Tamás azzal a kéréssel fordul a magyar emberekhez, hogy amennyiben bárki észleli ezt a néma jelzést, az hívja a 112-es telefonszámot, hogy a segítség minél előbb kiérhessen a bajba jutotthoz. Vegyék észre, ismerjék fel, nyújtsanak segítséget!